Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Megkérem a hátul lévőket is, hogy fáradjanak be. A Polc Attilát szeretném megkérni, hogy szíveskedjen ott hátulra beterelni az embereket. Bianca addig itt előfoglal neki helyet, mert biztos nagy lesz a tömeg, és az első székek azok gyorsan elkelnek. Úgyhogy gyertek előre. Nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, főleg azokat, akiket jó régen láttunk. És tisztelettel köszöntöm az interneten bennünket, hallgatókat is, meg azokat is, akik esetleg most vannak itt életükben először. Van esetleg valaki, aki most van itt életében először, mert Fannitól csomagot fog kapni. Ho-ho! Isten hozta önöket, örülünk, hogy itt vannak. Reméljük, Fanninál van annyi csomag, hogy mindenkinek jut. A kerekes családot is szeretném megkérni, hogy itt foglaljon helyet a Biancáék mögötti sorban, pont ki van nekik hagyva 4 hely. A kerekes családot is nagyon régen láthattuk, örülök annak, hogy a karácsonyi alkalmon velünk voltak, ők, akik Németországban élnek, és a gyülekezetünk aktív tagjai voltak, amikor itt voltak Magyarországon, úgyhogy ha majd valamilyen köszöntés, vagy ezzel kapcsolatos dologra a családfő szeretne szót kérni, akkor erre is van lehetőség. Ahogy készültem erre a mai napra, azon gondolkodtam, hogy hogyan is áll össze egy átlag embernek ez a december hónap. December hónapban sokszor halljuk, hogy elindul az adventi időszak, és beindul a nagy készülődés, a nagy várakozás. És azt is tapasztaljuk, én legalábbis tapasztalom, hogy a nagy zizegés, a nagy előkészületek, a munkáknak a nagy elvarrása, amíg ezt meg akarom tenni karácsonyig című mondatokból, padlás is teli van, és az embereknek a figyelme kicsit sem arra irányul, hogy az advent mit is jelent, vagy miért lett ez így meghatározva, és nem a karácsonyra, mint Jézus születésének ünnepére gondolunk, hanem sok-sok olyan hétköznapi dologra, amit addig meg akarunk még tenni, el akarunk végezni, vagy éppen olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amelyiket ez az időpont határoz be. Holott szerintem ez nem jó, mert olyan felfokozott állapotokat eredményez, amelyekben mindenre gondolunk, csak arra nem, hogy hol találjuk meg a lelki békénket, és hol találjuk meg azt a küldetésünket, rendeltetésünket, amit a Jóisten nekünk szán. Aztán elkezdtem gondolkodni azon is, hogy milyen jó kívánságaink vannak egymás felé az adventi időszakban. Milyen jó kívánságaink vannak karácsony előtt. Mit szoktunk mondani? Boldog karácsonyt! Kellemes karácsonyi ünnepeket! Áldás, áldott karácsonyt, áldott ünneplést, stb. Tehát mondjuk, küldözgetjük e-mailen sokfelé mindenkinek, SMS-ben, még karácsony napján is, elsősorban azoknak, ugye, akik nincsenek ott körülöttünk, de vajon belegondolunk-e, hogy mit jelent az, hogy boldog karácsony? Belegondolunk-e abba, hogy kellemesen telnek-e az ünnepek? Belegondolunk-e abba, hogy mitől áldott a karácsony? Ugye, hogy sokszor nem? Én legalábbis azon kaptam magam rajta, lehet, hogy egyedül vagyok itt a teremben, hogy karácsonyhoz közeledve boldog karácsonnyal zárunk le egy beszélgetést, indítunk egy búcsút, de hogy mit is jelent a boldog karácsony, abban úgy nem gondolunk bele. És egy kicsit azt gondolom egyébként, hogy ez hiba, és a mai rohanó ember sokszor beleesik abba, hogy a nagy rohanásban az igazi értékek, azok nem kerülnek elő. Az igazi értékekre kevés figyelem összpontosul. Holott a karácsony a szeretet ünnepe is, ugye szoktuk mondani, idézni a János 3.16-ot, amit már mindenki ismer, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben ne elnevesszen, hanem örök élete legyen. És sokszor a földi dolgok felé, a földi kézzelfogható ajándékok felé orientálódik a figyelmünk. Nekem nagyon tetszett a Szilárd karácsonyi szolgálata, és gondolom azért is vagyunk most ilyen sokan, mert hallottátok, hogy zárta le a szolgálatot, hogy aki kíváncsi a második részre, az jöjjön el ma.
és örülök, hogy itt vagytok. És a karácsony az ajándékozás kapcsán, hogy is fogalmazott Szilárd karácsonykor? Hogy a karácsony, az ajándék, akár a karácsonyi ajándék, az nem jutalom. Az ajándék az nem az, amiért megdolgozunk. Az ajándékot azt kapjuk. Nem azért, mert megérdemeljük, pedig a gyerekeinknek sokszor tanítjuk azt, hogy ha ma jó leszel, akkor kapsz karácsonyi ajándékot, de ez alapvetően hibás. Hanem az ajándékot el kell fogadni. Az ajándéknak örülni kell, az ajándékot magunkévá kell tenni. És ez az elfogadás, ez a, lehet, hogy régen is így volt, de a mai időkben biztos vagyok benne, hogy ez egyre inkább gyakorlásra szorul. Tapasztalunk, láthatunk olyat, hogy van, amikor elfogadni is nehéz. Pedig mi kapjuk. Szintén a prédikációban hangzott el, hogy felnőtt korra értjük meg igazán, hogy jobb adni, mint kapni. Hogy milyen örömet tud okozni az adás öröme. Gyerekként meg ezt el se tudjuk képzelni. Szóval foglalkoztatott ez a gondolat, hogy mit kívánunk, miért kívánunk, és vajon ezt meg tudjuk-e élni az ünnepekben, és vajon mitől, az emberi kapcsolatoktól, az együttléttől, a szeretettől, mint összetartó erőtől lesz-e boldog a karácsony, és áldott a karácsony. És azt gondolom, hogy igen. És ebben benne van a Jóisten szeretete, hogy elküldte a fiát, hogy megszületett erre a földre miértünk, hogy megváltást nyerjünk általa. És benne van az is, hogy mi ezt a szeretetet megéljük egymás között, családi körben, gyülekezeti körben, rokoni baráti körben, azért, hogy ezt tovább is adjuk. És ebben már az adás öröme is benne van, ami szerintem is egy nagyon jó érzés. Tovább fűztem a gondolatot, mert most már karácsonyon túl vagyunk, és a szilveszteri alkalom is kihirdetésre került. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy az év végéhez közeledve benne milyen gondolatok indukálódnak. Ezzel szoktam fárasztani még a gyermekeimet is. Hogy gondoljunk vissza 2015-re, nézzük meg, hogy melyek azok a sikerek, melyek azok az örömök, melyek azok a dolgok, amelyek történtek velünk ebben az évben. Meggyőződésem egyébként, ha nem állunk meg, és nem tekintünk néha vissza, és egy évforduló pont jó erre, hogy visszatekintsünk, akkor nagyon sok minden mellett elszaladunk. Mert bennünket érő hatások, ingerek, azok mind arról szólnak, hogy pörögjünk, már rögtön nézzünk tovább, lépjünk tovább, és ne tudjunk megállni ünnepelni, ne tudjunk megállni örülni valaminek, hanem rögtön elébünk jön egy olyan kép, ami már a következő kihívást tartogatja számunkra. Na, szóval jöttek a szilveszteri gondolatok, jött a számvetés gondolata is, és eszembe jutott az, amikor tavaly szilveszterkor, körülbelül 11 óra magasságában elkezdtük összegyűjteni azokat az imakéréseket, amelyeket a gyülekezet közösen a januári bőti időszakban Isten elé vitt. És valahogy úgy hangzott, már nem tudom, lehet, hogy a Józsi intézte, lehet a Szerdi Kata biztos, hogy ő volt az, aki dokumentálta az imakéréseket, és akkor itt mentünk szépen sorba, mindenki mondott egy darab imakérést, amit 2015-re vonatkozóan saját magára, a családjára, vagy bármelyik élethelyzetére nézve fontosnak tart. És a 2015-ös számvetés kapcsán megkérdeztem én is a feleségemet, hogy jól emlékszem-e, hogy ő mit kért. Én arra pontosan emlékeztem, hogy én mit kértem. És ha számot vetünk, akkor azt látom, hogy az én imakérésem, ami a családunk egyik tagjának egészségügyi állapotának a rendezésére vonatkozott, az könnyen lehet, hogy ott helyben akkor szilveszter éjszaka teljesült. És január 1-től egy hosszantartó egészségügyi probléma, ami több mint egy évig tartott, egy csapásra megoldódott, és úgy ment el a 2015-ös év, hogy nyoma sem volt. Ez egy óriási bizonysága számomra. És mikor érlelődött meg leginkább bennem? Akkor, amikor vettem a fáradtságot, hajlandó voltam visszapillantani, és rácsodálkozni arra, hogy jé, elment az egy év, és amivel előtte küzdöttünk hétről hétre, hosszú hónapokon keresztül, az megszűnt, mert a Jóisten elvette, és ezt az ajándékot átadta nekünk csak el kellett fogadni. És a másik imakérés, azt nem lövöm le, de az is felettébb módon megvalósult az életünkbe, úgyhogy én ezzel a bizonysággal készülve
készülök a szilveszteri alkalomra egyébként, és az én imakérésem már meg is van, de nem fogom most elmondani, hanem majd gyertek el is szilveszter estén, meghalljátok meg, utána bekerül a regisztráció során, és a bőti időszakban ez egy jó imatéma, ez is egy jó imatéma lesz, és mindenkit bíztatok arra, hogy bátran álljanak bele ezekbe a szituációkba, bátran, hittel, mert ha van hozzá hitünk, akkor lesz elég erőnk arra, hogy ezeket az ajándékokat elvegyük, és tudjunk neki örülni. Egy kicsit olyan, mint amikor a karácsonykor megkapjuk az ajándékot, és ahhoz is van, hogy bátorság kell, hogy elfogadjuk, de el kell tudnunk fogadni. És így van ez, hiszem, Isten országában is. Nos, én ezekkel a gondolatokkal készültem ma, azért, mert ezek foglalkoztatnak engemet. Bízom benne, hogy tudtam belőle valamit átadni számotokra is, és egy kicsit hozzájárulhattam a szilveszteri előkészületekhez is. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek imakérése, vagy megtartja a szilveszteri alkalomra, és bekerül a, ismét a Kata fogja szerintem összeírni és regisztrálni ezeket az imakéréseket. Viktória. Na hát ezen lehet vitatkozni egyébként, de teljesen jó lehet ez is gondolatnak, de amúgy azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelme, hogy Magyarországon olyan állapotok vannak, hogy lehet szabadon Isten tiszteleti alkalmat megtartani és a hitünket gyakorolni. És bízunk benne, hogy ez sokáig így is marad, és a Jóisten megtart bennünket. Van-e további imakérés? Amennyiben nincs, akkor kérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjenek előre, és kezdjék meg a szolgálatukat. Egy, kettő, három, ez az. Tehát én is szeretettel köszöntet titeket az Úr Jézus nevében, és eszembe jutott az a gondolat, amit Pál apostol mondott a Timóteusnak, hogy gerjeszt fel a benned lévő kegyelmi ajándékokat, és tudom, hogy sokszor előfordul az ember életében, hogy szükség van ilyen felgerjesztésre, amikor el van fáradva, amikor ki van merülve, amikor úgy érzi, hogy nincs kedve tovább élni, esetleg nincs kedve Isten dicsérni, nincs kedve énekelni, nincs kedve eljönni a gyülekezetbe, vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Isten igéje azt mondja, hogy gerjesszük fel azt, ami bennünk van, és hiszem, hogy az Úr azt akarja, hogy most ezen a mai délelőttön is tudjuk felgerjeszteni az örömöt, ami szívünkben. Ott van bennetek az öröm, ott van bennetek Isten iránti hála. Ha visszagondoltok az elmúlt évre, de csak az elmúlt napra is van miért hálát adnunk Istennek. Erre szeretnék bátorítani benneteket, hogy együtt emeljük fel az Úrnak a nevét és dicsőítsük őt. Szóljon az ének, áldás is élet, néked örök kivarul. Nemzetek népek, írjak is vének, imádjanak minden hangul. Hirdessék nevet felségét, menjen és földön énekeljék, hogy szent az Úr. Örök ki, zengik egy szívbe hatalma, mert jó és kegyelmes vagy nagy Istenünk, ő minden hatú. Szóljon az ének, áldás dicséret, néked örök ki valós. Nemzetek népek, írjak is vének, imádjanak minden hatót. Hirdessék nevet felségét, menjen és földön énekeljék, hogy szent az Úr. Örök ki, zengik egy szívvel hatalmat, mert jó és kegyelmes vagy.
vagy nagy Isten úr, ó, minden hangú. Királyságot megáll örökké, trónszéket nem mozdul el. A nép, amelyet teremtettél, magasztalja nagy nevedet. Királyságot megáll örökké, trónszéket nem mozdul el. A nép, amelyet teremtettél, magasztalja nagy nevedet. Ó, hirdessék neved fenségét, menjen és földön énekeljék, hogy szent az Úr. Örökké zengik egy szívvel hatalmat, mert jó és kegyelmes vagy nagy Isten Úr, ó, minden hangú. Ó, minden hangú. Ó, minden hangú. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy felemeljük a te nagy és örökkévaló nevedet, és hálásra főjünk neked azért, hogy mindenható, dicsőséges király vagy. Szeretünk téged, ragaszkodunk hozzád, és azért gyűltünk össze ezen a mai napon is, hogy téged emeljünk fel, téged dicsőítsünk, hogy a te neved legyen megdicsőítve közöttünk. Így akarunk téged felmagasztalni, így akarunk téged dicsőíteni, Uram, a te szereteted által. Halleluja. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte a fiát, Jézust, a megváltót, hogy aki hit és bízik benne, ne kárhozzon el, hanem örökké élhessen együtt az Istennel. Milyen mély és magas, milyen hatalmas kegyelmed, az irgalmad, Istenem. Milyen mély és magas, milyen hatalmas a kegyelmed, az irgalmad, Istenem. Nem felejtem el, amit értem tettél. Nem felejtem el, mibe került ez neked. Nem felejtem el, hogy a véleddel most áll meg. Jézus, ezt a nagy szerelmet kifoghatja fel. Magasabb az égnél, mélyebb, mint a tenger. Mindent tesz, tart össze, sosem múlik el. Istenem, szerelmed tölt be élettel. Milyen mély és magas, milyen hatalmas a kegyelmed, az irgalmad, Istenem. Milyen mély és magas, milyen hatalmas a kegyelmed, az irgalmad, Istenem. Nem felejtem el, amit értem tettél. Nem felejtem el, mibe került ez neked. Nem felejtem el, hogy a véleddel most áll meg. Jézus. Tudjátok, eszembe jutott az a gondolat. Néhány évvel ezelőtt hallgattam egy lelkipásztornak a prédikációját, aki Mexikóban szolgál, és arról prédikált, elevenen él bennem a mai napig, hogy amikor Dávidék elmentek háborúba és visszaértek a háborúból, akkor az ellenség elrabolta a feleségeiket, elrabolta mindenüket, és annyira elkeseredtek, hogy az emberek még azon is gondolkoztak, hogy megölik Dávidot, a saját emberei. És Dávidról azt olvassuk, hogy ebben a nyomorúságos, keserű helyzetben megerősítette magát az Úrban. És ez a kedves prédikátor arról beszélt, hogy amikor ő nyomorúságban és nehézségben van,
ő is azon, hogy megerősítse magát az Úrban, és Dávid, amit nagyon tudott, ezt sokat csinálta, hogy énekelt. Istennek a nevét felemelte, és én úgy érzem, hogy most sokan vagyunk itt olyanok, akik el vagyunk kenődve, el vagyunk fáradva, el vagyunk keseredve. Itt a jó lehetőség arra, hogy megerősítsétek magatokra az Úrban, magatokat az Úrban. Gyógyszert nem akkor kell beszedni, amikor egészségesek vagyunk, hanem amikor betegek vagyunk. Megerősödni akkor kell az Úrban, amikor el vagyunk fáradva. És most az énekek alatt erre van lehetőség, hogy énekeljetek, emeljétek fel Istennek a nevét, adjatok hálát neki, és meg fogjátok tapasztalni azt, ahogy megerősödtek, ahogy felfrissültök Isten szeretete által. Nincs más név, mely által üdvözülhetnénk, kiben győzelmünk van, a teljes szabadság, a békesség. Nincs más név, ki előtt meghajolnék, és csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Nincs más név, mely által üdvözülhetnénk, kiben győzelmünk van, a teljes szabadság, a békesség. Nincs más név, ki előtt meghajolnék, és csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Mert Jézus neve egyedül fenséges név, a keresztről az élet leárad felém, csak ő tarthat meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék? Hiszen nincs más név, mert Jézus neve egyedül fenséges név, a keresztül az élet leárad felém, csak ő tarthat meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék, hiszen nincs más név, nincs más név, mely által üdvözülhetnék, kiben győzelmünk van, teljes szabadság, a békesség. Nincs más név, ki előtt meghajolnék, és csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Uram, megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet, elől is hátul körül zártál engem, felettem tartod kezedet, még a számon sincs a szó, immár egészen érted azt, hová menjek szellemettől, és a te orcád elől, hová fussak. Ha mennybe szállok fel, te ott vagy, ha sehovan vetek ágyat, jelen vagy, hajnal szárnyaira kelnék. A tenger túlsó szélére szállnék, a te kezed vezérel engem, a te jobb kezed fogna el. Uram, megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet, elől és hátul körül zártál engem,
felettem tartod kezedet. Még a számon sincs a szó, én már egészen érted azt, hová menjek szellemettől, és a te orszád elől, hová fussak. Ha mennybe szállok fel, te ott vagy, ha sehóban vetek ágyat, jelen vagy. Hajnal szárnyaira kelnék, a tenger túlsó szélére szállnék. A te kezed vezérel engem, a te jobb kezed fogna el. Védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött, békességünk lehessen, sebei árán gyógyultunk. Védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen, sebei árán gyógyultunk mi meg. Mindnyájan tévelyektől, minden magunk útját jártunk, de az Úr, ő sújtotta minden bűnkért, halálával életet adunk. Mindnyájan tévelyektől, a magunk útját jártunk, de az Úr, ő sújtotta minden bűnünkért, halálával életet adunk, neked is életet adunk, életet adunk, neked is életet adunk, életet adunk. Neked is életet adok, életet adok. Vágyom jelenlétedet, megízlelni mennyei dicsőségedet, amely megédesíti minden percemet, Uram, boldog vagyok vele. Lelkem megnyugszik benne, békesség, Ura, érzem szeretetedet, amelyet megpecsítel drága szent véred, mely eltörölt a szégyenet. Szerelmed rám árad hatalmas lánggal ég, és szívem fő vágya, hogy imádjon örökké. Izzon újra ez a tűz, egyre jobban emészem, hogy magadhoz egészen, szeretlek én, Istenem.
elveszett bárány voltam, messze tévedtem, de te már rég kerestél, megszólítottál, szabadra minden újjá lesz. Szerelmed rám árad, hatalmas lánggal ég. Szívem fölvágya, hogy imádjon örökké, ha bízzon újra ez a tűz. Egyre jobban nem hiszem, hogy magadhoz egészen szeretlek én, Istenem. Szólj, Uram, és követ, átadom neked, Jézus, tiéd az rám árad, hatalmas lánggal ég. És szívem fővágya, hogy imádjon örökké. Szerelmed rám árad, hatalmas lánggal ég. Szívem fő vágya, hogy imádjon örökké, ha bízzon újra ez a tűz. Egyre jobban emészem, hogy magadhoz egészen szeretlek én, Istenem. Szólj, Uram, és követ, átadom neked, Jézus, tiéd az életem. Tűzzel egyre mészem, hogy magadhoz egészen szeretlek én, vágyom arra, Uram, hogy ennek az éneknek minden egyes sora igaz legyen. És vágyom arra, hogy tudjon ezt a tüzet emészteni bennünket, és tudjunk lánggal égni értett szenvedéllyel. Kérlek téged, hogy add, hogy így tudjuk hallgatni a te ígédet is, amely megmozgatja mi szívünket, és cselekvésre késztet. Amen. Foglaljatok helyet. Tehát amint beszéltem két nappal ezelőtt, az ajándékról szeretném folytatni, hogy mit is jelent az ajándék, és Jézus hogyan és miként ajándék számunkra. De előtte egy picit rátérni kell erre az énekre. Vajon kifejező minden egyes sora. És azon gondolkoztam, hogy vajon mennyire igaz ez az én életemben, vagy mennyire igaz a mi életünkben, amikor így éneklünk egy-egy éneket. Itt rögtön azzal kezdem, hogy vágyom jelenlétedet. Vágyjuk az Úrnak a jelenlétét? Itt a következő, lelkem megnyugszik benned. Érzem a szeretetedet. Rám árad a te szerelmed. A szívem vágya, hogy imádjon. A szívem fő vágya, hogy imádjon örökké. És hogy izzon ez a tűz, egyre jobban emésszel. Nem tudom, hogy gondolkoztok ezen. Nekem néha előfordul az, hogy elgondolkozok egy-egy éneken, amit éppen éneklünk, hogy vagy nagyon nagyokat hazudunk, vagy valamilyen nagyon nagy őszinte vágy van a szívünkben.
Én azt látom, hogy nagyon sokan el vagyunk fáradva, így az év vége kimeríti az embereket, és ilyenkor mindig az ember keresi valahol a tartalékokat, igyekszünk vitaminokat bevenni, hogy legyen egy kis vésztartaléka a szervezetnek. De valahogy a lelkünk is nagyon sokszor így eleped év végére, a sok teher, a sok-sok minden, ami úgy zajlik az ember életében. És egy-egy ilyen ének, amikor énekeljük, hogy újra megemlékezem, hogy elveszett bárány voltam, megszetévedtem. Hányan emlékszünk arra, hogy Jézus keresett bennünket? Hányan emlékszünk arra, hogy megismerhettük az ő szeretetét? Hányunknak ég a szívében ott az első szeretetnek a lángja? Szólj, Uram, és követlek, tüzed egyre emészen, és lehetne végigvenni ezeket a sorokat, és én őszintén arra vágyom, hogy ez mindannyiunknak az életében tudjon igaz lenni, hogy az élő Isten után vágyunk. Vágyunk az élő Isten jelenlétére, és azért is akartam ezzel kezdeni rögtön az elején, mert az ajándék is egy ilyen dolog, hogy vágyunk rá. Nem tudom ti, hogy hogyan vagytok vele. Én a gyermekeim azt látom, hogy a gyermekeim, tudjátok, hogy meddig vágynak az ajándékra? Amíg meg nem kapják. Onnantól már nem annyira izgalmas, nem annyira érdekes. Egy teljesen új ajándék, amire nagyon-nagyon várt, hónapok óta kérte, hogy ez legyen már meg. Megkapta karácsony este, én kínszenvedéssel összerakom, és utána egy-két hónap múlva elkezdenek vele játszani. De akkor gyorsan elmúlik a varázsa az ajándéknak. És tudjátok, nagyon sok embernek az életében valahogy Istennek az ajándéka is egy ilyen ajándék. Jó lenne, ha adnád, ide adod az ajándékodat, most már nem is annyira izgalmas, most már nem is annyira érdekes. Tudjátok, én hiszem, hogy Isten kegyelméből például a tisztaság, a szüzesség is egy ilyen ajándék. És szintén ezt figyelem meg nagyon sok embernek az életében, hogy addig akarja azt a lányt, ameddig meg nem kapja. Ha megkapta, onnantól már nem olyan érdekes. Emlékeztek Dávidnak a fiára és a leányára? Le van írva ez a történet ebben a Bibliában. Hogy is hívták a fiút? Adónia? Azt hiszem, mindegy. Az biztos, hogy Absalom volt. Ammon, ugye? Ammon volt, igen. Ammon volt, aki az ő húgát megszerette, annyira szerelmes volt bele, hogy belebetegedett a lelke, miután lefeküdt vele, azt olvassuk, hogy meggyűlölte őt az ő lelkéből. Ez egy olyan fájdalmas és szörnyű történet. Dínának hívták, nem Dínának hívták a lányt. Hogy? Támár, így van. Köszönöm a segítséget. Kiegészítjük együtt egymást. Tehát Támárt meggyűlölte Támárnak a lelkét is teljesen. És nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy addig kell egy ajándék, ameddig meg nem kapjuk. És sokszor magunk sem tudjuk, hogy miért kell ez az ajándék, de milyen jó lenne, ha ezt ideadnák nekünk. És erre nagyon sokan rájátszanak. Az összes marketinges azon dolgozik, hogy olyan módon próbáljon bennünket érdekelté tenni, hogy akarjuk megvenni azt az adott dolgot. Ajándékokat akarnak nekünk adni. Néhány héttel ezelőtt felhívott engem egy úriember, hogy kisorsolták az én telefonszámomat, és egy értékes szoftvernyereményt fogok kapni, hogyha megadom a postacímemet. Megadtam a postacímemet, küldtek egy levelet, közben, amikor megjött a levél, akkor megvolt a feladó, ki tudtam deríteni az interneten keresztül, hogy milyen is ez a cég, hogy miben utaznak, miben működnek, és elég sok hasonló történetet olvastam, hogy kisorsolták őket, értékes nyeremény, és végig kell nézni egy ilyen összesen 4 vagy 5 órás termékbemutatót, és sokan sorsoláson nyernek mindenféle nyereményeket, értékes nyereményeket is, amiket csak akkor kapnak meg, ha X értékben vásárolni fognak. És az a 20 000 forintos érték, amit megkaptunk volna, a feleségemet is meghívták menet közben a levélben, mert ott is meg volt hívva, mind a ketten kaptunk volna egy palacsintasütőt. Konkrétan, és amikor felhívott engem egy hölgy, hogy na akkor mikor fogunk megérkezni mind a ketten, mondtam, hogy hát én félreértettem itt valamit, én így ilyen rendezvényen nem szeretnék elmenni. Teljesen ki volt rám akadva, majdnem, hogy kiabált velem, hogy hát ha én megkaptam a levelet, nekem muszáj eljönni, mit képzelek én magamról, hogy visszamondok egy ilyen lehetőséget, egy ilyen ajánlatot. Aztán még beszélt volna, amikor leraktam rá a telefont, de olyan érdekes dolog, hogy az embereket ajándékkal nagyon könnyen meg lehet venni. Megveszel valami nagyon drága dolgot, és kapsz egy egészen picike valamit. Itt tudom én, autóknál szoktam ezt látni. Egy új Volkswagen, megveszel, kapsz egy Volkswagen-es órát, vagy egy Volkswagen-es tollat, aminek elenyésző az értéke az autóhoz, de hogy ezek mennyire nagy lelkűek, hogy ilyen ajándékokat adnak nekem személy szerint is. Bátran villogok az órámmal, vagy a tollammal, hogy nekem ilyen tollam van. Éppen a iskolában voltunk,
Valamit alá kellett írni, ott volt az összes szülő, és a néni kereste a tollát, és hol van a Mercis tollam? És agyalt rajta, hogy hol lehet az a toll, amit a Mercedes-től kapott. Tehát picike ajándékokkal le lehet kenyerezni az embereket. Picike ajándékokkal el lehet téríteni az embereket nagyon-nagyon sokféle dologtól. A Bibliában a Példabeszédek könyve, Salamon király nagyon-nagyon sokat ír ezekről, hogy az ajándékok azok egyrészt meg tudják lágyítani a szívet, az ajándékok azok félre tudják vinni az embernek az életét, az ajándékok meg tudják változtatni az ítéleteket. Tehát az ajándékok nagyon-nagyon sokféle hatással tudnak az ember életére lenni. És ahogy a múlt alkalommal beszéltem erről, az ajándék az nem jutalom, az nem fizetség, az teljesen ingyen van, valakinek a szeretetéből fakadóan származik az ajándék, az nem jutalom, nem szabad összekeverni. Tehát ha én veszek egy nagyon drága autót, és kapok érte ajándékba egy tollat, az nem ajándék, az maximum valami kedves gesztus, de az nem ajándék. Azért kaptam, mert vásároltam, vagy azért kapom, mert vásárolni fogok. Istennek az ajándékai, azok nem ilyenek. Azok nem ilyen árukapcsolással működnek, ha megveszed ezt, akkor kapod mellé azt is. Isten az ő ajándékait ingyen, szeretetből és kegyelemből adja. Nem lehet Istennek az ajándékait megvenni, amit szintén említettem a múlt alkalommal. Simon Mágus a Cselekedetek 8:20-ban konkrétan szeretné megvenni a Szentléleknek az ajándékát, de ez nem megvásárolható. Nem lehet megvenni. Istennek az ajándékaiért nem tudsz fizetni. Sem jó cselekedetekkel nem tudsz fizetni, sem pénzeddel nem tudsz fizetni. Tudjátok, az iszlám hit az úgy tanítja, hogy ha valami rosszat csináltál, akkor csinálj helyette valami jót, és az érvényteleníti a rosszat. De ha kettőt jót csináltál, akkor már pluszba vagy. És az a lényeg, hogy amikor a Isten előtt meg fogsz állni, akkor a jó cselekedetek legyenek a pluszban. És tudjátok, nagyon érdekes dolog, hogy a keresztény emberek is nagyon sokszor így gondolkoznak, hogy elég sok jót tettem én már Istenért, elég sok jót tettem én már az embertársaimért, biztos, hogy a mennybe fogok menni. És Jézus pont ezeknek az embereknek fogja mondani, hogy nem mindegy, nem mindenki fog bemenni a mennybe, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, nem mindenki lesz ott Istennek az országába, aki adakozott, nem mindenki lesz ott Istennek az országába, aki betegeket gyógyított, vagy Isten szelleme által hatalmas dolgokat művelt, mert ezek az ajándékok, ezek nem az ajándékozottat, hanem az ajándékozót minősítik, ahogy már nagyon sokszor beszéltem erről. Istennek az ajándékai nagyszerű ajándékok, értékes ajándékok, ezeket nem lehet megvenni. Nem tudod kifizetni, nincs annyi pénzed, nincs annyi a világon pénz, ami ki tudná fizetni Istennek az ajándékát. És ez azért nagyszerű dolog, mert ha képtelenség, hogy kiérdemeld, akkor nem is kell törni magadat rajta. Nem kell agyalgatnod rajta, hogy hogyan tudnám kiérdemelni. Mert ha azt mondják, hogy 5 millió forint, most van 200 forint a zsebembe, akkor már csak egy keveset kell összegyűjteni, és meg lesz. Az ember dolgozik azért, hogy összeszedje. De nem így működik, hanem Istennek az ajándékait nem lehet kifizetni. Akármennyit tepersz érte, akármennyit gürcölsz érte, Istennek az ajándékai értékéhez még csak közel sem fogsz kerülni. Mert Isten az ajándékait ingyen adja, nem pénzért. De az nagyon-nagyon fontos, hogy Istennek az ajándéka az mindig értékes, és itt a 1 Mózes 24-nek az 53. versét nem fogom most felolvasni, de fogjátok a hátam mögött látni. Itt konkrétan az a történet van, amikor Ábrahám elküldi az ő szolgáját, a damaszkuszi Eliézert, hogy keressen az ő fiának egy feleséget, és nagyon sok gazdagságot, nagyon sok kincset viszel azért, hogy ezt a lányt, jegyajándékot visz a lánynak, hogy ezt a lányt elvihesse, és ez a lány az ő ura fiának a felesége lehessen. És az az érdekesség, hogy amikor a család meglátta ezeket az ajándékokat, mindjárt szimpatikus lett ez az Ábrahám. Mindjárt szimpatikus lett ez az Eliézer. Maradjatok még itt egy-két napig, örültek az aranykarkötőtnek, meg minden ilyesminek. Az ajándék azt tud utat készíteni, hogy már említettem ezt az igében. Az Ezrás könyvének a 7. részében, a 15.-16. versben, ott konkrétan azt olvassuk, hogy amikor már nagyon-nagyon nyomorult állapotban volt Izrael. Le volt rombolva az izraeli templom, és elkezdték helyreállítani ezt az egészet, akkor Ezrásnak felbuzdult a szíve, megkérte a népet, és az egész nép elkezdett adakozni, és azt olvassuk az igébe, hogy az emberek önkéntesen adakoztak. Nem azért, mert muszáj volt, nem azért, mert kényszer vitte rá őket, nem volt bennük semmi félelem, hanem felbuzdult a szívük Isten szeretete iránt, és elkezdtek adakozni. És én hiszem, hogy az igazi adakozás az mindig ilyen önkéntes. Az emberek úgy kell, hogy ajándékot adjanak, hogy ezt önkéntesen adják. Én nem azért adok ajándékot a családtagjaimnak, mert félek, hogy nem fognak szeretni, vagy szeretném kiérdemelni a szeretetüket, hanem egyszerűen szeretem őket, és ebből a szeretetből fakadóan meg akarom őket ajándékozni. Szeretném azt, hogyha az, ami nekem van öröm, az az övék is lehetne, és tudnánk együtt valódi örömben élni.
És nagyon fontos, hogy Isten ajándékaiban, az igazi ajándékban sosincs hátsó szándék. Soha nem azért ad Isten ajándékot, hogy majd valamit kérjen, mert akkor tartozol, jössz egyel, vagy bármi ilyesmi. A mai világban nagyon sokszor így adnak ajándékokat, hogy érezd, hogy le vagy kötelezve. Egy ajándék az soha nem kötelezheti le a másik embert. Ezt amikor hegyes oktatásról szoktam tanítani, sokszor mondom, hogy ha szülők vagy rokonok besegítenek a családnak, a új családnak, anyagilag vagy bármi ilyesmi, ez egy nagyon nagy ajándék, de ez nem jogosítja fel őket arra, hogy irányítsák az új családnak az életét. Az ajándék az soha nem manipulálhat, az soha nem befolyásolhat, az ajándék az szeretetből fakad. És Istennek az ajándéka mindig is szeretetből fakadt, és mai napig is szeretetből fakad, és Isten soha nem akar manipulálni bennünket. Van ez a film, biztos, hogy láttátok már, a Mindenható, volt sokszor a televízióban. Ott van egy gondolat, ami engem annyira megragadott, és ezt sokszor láttam már, hogy Isten számára egy nagyon-nagyon fontos szabály a szabad akarat. Ezt ő alkotta meg, hogy szabad akaratot adott nekünk, és mi saját magunk dönthetünk az életünk felől. Isten nem kényszerít bennünket, hogy szeressük őt, nem kényszerít bennünket, hogy ragaszkodjunk hozzá, hanem azt szeretné, hogy ezt önkéntesen csináljuk. Aki volt már szerelmes, aki már udvarolt egy lánynak vagy egy fiúnak, az tudja azt, hogy ez egy belső kényszerítő erő a szerelem, amikor találkozni akarok vele, amikor vágyok utána is. Nincsen benne az őszinte szerelemben, nincsen semmilyen hátsó szándék. Nem a pénzéért, nem az alakjáért vonzódok hozzá, hanem egyszerűen ő magáért, és ő maga az, aki hiányzik. És én hiszem azt, hogy Istennek a vágya az, hogy ilyen kapcsolat tudjon vele kialakulni minden egyes embernek az életében, hogy vágyunk Isten után, hogy vonzódunk Isten után, és akarunk vele közösségben lenni. És az ő ajándékait ő ezért is adja, hogy az ajándékai által tudjuk őt minél jobban megismerni, minél jobban megszeretni, és tudjon az egész életünk átformálódni. Mindjárt fog erről részletesebben beszélni. János evangéliumának a 4. részében van leírva a szamaritánus nőnek a története, és ott a 10. versben ezt mondja Isten igéje. Jézus így felelt, és ezt mondta neki. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna neked élő vizet. Itt Jézus még a szolgálatának az elején van. És Isten ajándékaként azonosítja magát. Ő azt mondja, hogy én vagyok Isten ajándéka, és ha ismernéd ezt az ajándékot, akkor te tőlem kérnél élő vizet, és soha többé nem szomjáznál meg. És azt látjuk, hogy itt, amikor ez az egész történet elkezdődött, az egész város megváltozott. Kijöttek az emberek, hallották Jézus Krisztusnak az örömhírét, nagyon sok ember megtért, nagyon sok embernek az élete megváltozott, mert felismerték, hogy Istennek az ajándéka eljött közéjük. És egy olyan ajándék jött közéjük, amely nem tukmálta rá magát az emberekre, ami nem valami gagyi volt, hanem rájöttek az emberek, hogy ez valódi érték, pont ezt szerettük volna. Ez az, amire egész életünkben vágytunk. És ha te ezt még nem érezted meg életedben sosem, akkor valószínűleg nem találkoztál Istennek a szeretetével. Mert amikor valaki találkozik Isten szeretetével, az elkezd vágyni utána, és nem elég, hanem még több kell belőle. Nem elégszik meg, hanem még, és még, és még, és még többet akar. Egy szerelmes férfinek nem elég az, hogy két havonta egyszer kap egy levelet a mennyasszonyától, hanem találkozni akar vele. Szeretné a kezét fogni, szeretné egy puszit adni neki, vágyik arra, hogy mikor fog beteljesedni a házasságuk. Nem elégszik meg, hanem egyre inkább fokozódik benne a vágy, hogy közösségben és egységben lehessenek egymással. Istennek a népe, amikor Istennel találkozik, kell, hogy fokozódjon benne a vágy. Kell, hogy egyre inkább emészse az a tűz, hogy én szeretnék Istennel találkozni, szeretnék vele közösségben lenni. És nagyon sokszor az életnek a nehézségei próbálják kioltani a bennünk lévő lángot. Próbálják kioltani a bennünk lévő szenvedélyt. Ezért van az, hogy nagyon sok konfliktus alakul ki az emberek között, összevesznek egymással, azért, mert az ördög ki akarja oltani a bennünk lévő szenvedélyt, és egy egészen picike butaság is képes az embert tacsra tenni. Rossz kedvem lesz, én nem akarok beszélgetni senkivel, gyanakvó leszek, nem bízok másokban, stb. Stb. Egy picike dolog tönkre tud tenni életeket. Én hiszem, hogy Isten az ő ajándékát azért adta Jézus Krisztust, hogy a mi életünk tudjon megváltozni, és tudjunk folyamatosan változni az ő kegyelme által. A római beliekhez írt levélnek az 5. részében azt olvassuk a 15. verstől. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha egynek esete miatt sokan haltak meg, és az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Még tovább is olvasom. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Konkrétan azt olvassuk itt, hogy Jézus Krisztus helyettesítő lett Ádám bűnei után, a mi bűneink után, és helyettünk és értünk halt meg, hogy az ő halála által mi örökké élhessünk. Az ő szenvedései által mi örök biztonságban lehessünk az ő kegyelme által. Ez nem egy akármilyen ajándék. Ez egy olyan ajándék, amit senki nem tud sem kiérdemelni, senki nem tud adni, hanem ez Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme. A Róma bejelkezett levélnek a 6. részének a 23. versében, jól ismerjétek az igét, azt írja, hogy a bűnzsoltja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Isten az ő kegyelme által ajándékba adja nekünk az örök életet. Nem azért, mert fizetünk érte, nem azért, mert szépen el tudjuk mondani a megtérők imáját, még csak nem is azért, mert járunk a gyülekezetbe vagy adakozunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus szeret bennünket, és meg akar ajándékozni bennünket az örök élettel. Az ördög fizetséget ad, az ördög az ő munkáiért fizetséget ad, azt olvassuk, a bűnnek a zsoldja, az halál. Minden egyes ember, aki ezen a földön bűnöket követ el, és nem megy oda Jézus Krisztushoz az ő védelméért, nem kér Jézustól bűnbocsánatot, és Jézus nem tisztítja őt meg, minden egyes ember fizetséget fog kapni az ő cselekedeteiért. Nem ajándékot, fizetséget, mégpedig zsoldot, aminek a zsoldja a halál. A bűnnek ez a vége, az emberek halálra jutnak, az emberek megsemmisülnek. De viszont Isten kegyelmi ajándéka, egy olyan ajándék, ami szeretetből, kegyelemből van, az örök élet, amivel Isten meg akar bennünket ajándékozni. A 2 Korintus 9.15-ben azt olvassuk, hogy Istennek az ajándéka egy kimondhatatlan ajándék. Nem tudjuk kifejezni azt, ami szavainkkal, hogy Jézus Krisztus mekkora ajándék a mi számunkra. Lehet körülírni, lehet beszélni róla, de igazából a fizikális valójában a lényeget nem tudjuk teljesen megérteni, csak majd Istennek az országában. De viszont minél többet megértünk belőle, annál inkább rájövünk, hogy milyen felfoghatatlan Istennek az ajándéka. Hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy Isten szeret bennünket. Úgy van ez, mint a tudomány. Nézzétek meg, folyamatosan fejlődik a tudomány, egyre többet tudnak az emberek, és egyre inkább rájönnek, hogy mennyire kevés az, amit még mindig ismernek. Tippelgetik, hogy a megismerhető dolgoknak 7-8%-át tudják, de ehhez tudni kéne, hogy mennyi a 100%, hogy tudjuk, hogy mennyi a 7-8%. Tehát minél többet megismer az ember, annál inkább rájön arra, hogy nulla a tudása. Annál inkább rájön arra, hogy az, amit idáig megismertünk, az csak feltételezés. És nézzétek meg, a tudósok 100%-os bizonyossággal tudnak olyan dolgokat állítani, amit jövőre kinevetnek az általános iskolások, mert esetleg meg van cáfolva az a tény. Ha megnézzük például, azt hiszem, a Bill Gates mondta azt, nem pontos az információ, de azt hiszem, hogy 1 megabájt vagy 2 megabájt elég lesz minden embernek az információ tárolására. Valami ilyesmi, a megabájtok azok nem biztosak, de egy néhány megabájt vagy néhány kilobájt elég lesz minden információ tárolására. Most megnézzük, hogy terabájt, meg petabájt, meg mindenféle hatalmas nagy tárolókapacitások vannak. Most egy fényképem, ha készítek a telefonommal egy fényképet, nem férne el az első számítógépen Winchesterére. Nagyon-nagyon változnak a dolgok. Folyamatosan fejlődnek a dolgok. Amit akkor kijelentettek, most már egészen más. Sokan kijelentették, hogy lehetetlen, hogy az emberek valaha is repülni tudjanak, mert ha igen, úgy lett volna, akkor Isten szárnyakat adott volna nekik. De viszont Isten adott értelmet az embereknek, és most fémből készült repülőgépek repülnek. Nem is akár milyen sebességgel. A fém azt, ha elejted, leesik, és mégis tud repülni. Mert az embereknek a tudása egyre nagyobb, és hiszem, hogy ennél még nagyobb lesz a tudás, de annyira jó lenne, hogyha Istennek az ismerete is még nagyobb lenne az embernek az életében, mert ez a bölcsességnek a kezdete, az élő Istennek a félelme. Én hiszem azt, hogy kell, hogy tudjuk, hogy mindaz az ajándék, amit Isten ad nekünk, az egy kimondhatatlan, felfoghatatlan ajándék, és ezen a földi életünk során azon dolgozhatunk, és azon agyalhatunk, hogy minél jobban megismerjük, minél többet megismerjünk Isten szeretetéből, mert minél többet megismersz belőle, annál biztosabban fogsz ragaszkodni hozzá. Isten ismerete, az soha nem fog téged eltávolítani Istentől.
Lehet, hogyha elkezdesz udvarolni egy fiúnak vagy lánynak, elsőre szimpatikus, elsőben egy beszélgetésen már bizonytalan vagy, harmadik randiról meg már azon gondolkozol, hogy hogy lehetne lemondani, mert egyre jobban megismered, és próbálsz menekülni. Utána már a telefonját se veszed fel, vagy elköltöz egy másik városba, mert megismerted őt, és nem akarsz vele találkozni. Amikor Istennel közösségbe kerülsz, akkor ez nem így van. Minél többet megismersz belőle, annál inkább megszereted. Annál inkább vágysz az élő Istennel való közösségre, annál inkább akarsz hívő ember lenni. Nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert tudod, hogy ennél jobbat nem tudsz az életeddel kezdeni. Ennél komolyabb célja nem lehet az életednek, mint hogy az élő Isten szolgáld szíved szeretetével. Nem tud az ember magasabb etalont, magasabb célt, magasabb tervet kitűzni, mint hogy az élete Isten dicsőségére szolgáljon. Szintén volt most, azt hiszem karácsony este volt a Tűzszekerek című film, de nem néztem meg, mert 11-kor kezdődött. Nem tudom, hányan láttátok már, ez egy elég régi film. Igaz történet ez a film, futókról szól, és van közöttük egy hívő futó, és azt mondja, hogy ő hiszi, hogy Isten hívta őt el a futásra, és érzi, hogy amikor fut, Isten örömét leli benne. Ez az előzetesben is benne volt, és ezen annyit gondolkoztam, hogy az én életem, az én futásom vajon örömet okoz-e Istennek. Örömét leli-e abban Isten, amit éppen most itt csinálok? Nem tudom, hogy ti szoktatok ezen elgondolkozni. Én annyira vágyom, hogy az életem az olyan élet legyen, hogy Isten örömét leli benne. Amikor rám néz, akkor egy megelégedett, boldog mosoly legyen az arcán. Nem az, hogy nem ezt terveztem neki. Sokkal jobbat terveztem volna, de az ember megy a saját útján, hanem Istennek az a terve, hogy amit ő eltervezett, az a cél, az a boldogság, az az ember életének a része legyen. És ezt tud téged erővel megtölteni. Így tudsz előre haladni az úton, amikor a célod meg tud valósulni. Istennek a terve meg tud valósulni az életedben. Két héttel ezelőtt a Simonfalvi Lajos testvér mondta ezt, amit hallott az egyik barátjától, hogy amíg Istennek terve van az életeddel, addig te halhatatlan vagy. És hiszem, hogy Isten ő célokkal teremtett meg bennünket, és azt akarja, hogy ezek a célok tudjanak megvalósulni. Ha te nem mondasz le ezek a célokról, és hajlandó vagy ezek után a célok után menni, és előre haladni, akkor Isten ott lesz melletted, és fog téged segíteni. Ő szabad akaratot adott neked, azt is megenged, hogy elmenj egész másfelé. Jónás elmehetett egészen nyugatra, pontosabban elindult egészen nyugatra, de utána kénytelen volt visszamennie arra a célra, arra a tervre, amit Isten meghatározott az ő számára, és egy egész nép meg tudott menekülni. Isten engedi azt, hogy csinálj butaságokat, de ezeknek megvannak a következményei. Engedi, hogy egy egészen más életet élj magadnak, de ezeknek meg lesznek a következményei. Nincs az a pénz, nincs az a hatalom, nincs az a tekintély, társadalmi megbecsültség, ami valódi örömet tudna neked adni. Amikor az élő Isten előtt meg fogsz jelenni, hiába viszed majd a fizetési számláidat, hiába viszed a kitüntetéseidet, a doktori címeidet, ezekkel nem nagyon fogsz tudni semmire jutni. Semmit nem fognak érni a mennyben. Hiába fogod odavinni, hogy nézzétek meg, mennyi embert ért meg rajtam keresztül, nézzétek meg, milyen nagy gyülekezetet építettem. Ezek a dolgok, én úgy gondolom, hogy szintén az üdvösségünk szempontjából nem lesznek lényegesek. Mert egyetlen egy fontos dolog az, ami az életedben van, hogy a Jézus Krisztus tudod-e követni, akarod-e követni. Az összes többi az lehet, hogy jutalmat fog érni, amiket cselekedtél, de ha az életednek az alapjai nincsenek a helyén, az életednek az alap céljai nincsenek a helyén, nem biztos, hogy fogsz jutalmat kapni, még az is kérdéses, hogy mi lesz az örök üdvösségeddel. Én hiszem, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy az ő ajándékait becsüljük meg, és járjunk azon az úton, amire Isten elhívott bennünket. Azt olvassuk az Efézusiakhoz írt levélnek a második részében, 8. verstől, mert kegyelemből tartottok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjen. Isten az ő kegyelme által tart meg bennünket, amit az előbb is mondtam. Nem a cselekedeteink azok, amik megtartanak bennünket. Nem a jó cselekedeteink. Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme az, ami megment bennünket. Istennek a kegyelme az, ami megtart bennünket, és nekünk erre a kegyelemre kell appellálni. Ebben a kegyelemben kell élnünk. Amikor elkövetsz egy bűnt, akkor bánd meg, fordulj oda az Úrhoz, és kérd az ő kegyelmét, és ő meg fog neked bocsátani. És meg tudsz változni a hozzáállásodban, meg tudsz változni a viselkedésedben, meg tudsz változni a beszédmondorodban. Én hiszem azt, hogy ha valaki élő Istennek az útján jár, ha valaki az élő Istent követi, az megváltozik a külsődleges dolgokban is. Mindjárt fogok erről még részletesebben is beszélni a következő igében, de nagyon fontos az, hogy Isten kegyelme az, ami megtart bennünket hitáltal.
Elhisszük azt, hogy Jézus helyettünk és értünk halt meg a Golgotán. Elhisszük azt, hogy Jézus Krisztusnak a vére lemossa a mi bűneinket, és ezzel a hittel járulunk Isten elé. Azt mondja az ige, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, mondja a zsidókhoz írt levélnek a 11. része. Hinnünk kell, hogy ő létezik. Hinnünk kell, hogy ő szeret bennünket és megtart minket. Hinnünk kell, hogy ő az, aki megbocsátja a bűneinket, és ezért kell tudni nekünk is megbocsátani. Ezért kell tudni nekünk is elengedni, és újra tiszta lapot adni másoknak, mert én őszintén arra vágyom, hogy mindig tudjon nekem is Isten tiszta lapot adni. És amit szeretnétek, hogy másokkal cselekedjenek, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aként cselekedjetek másokkal. Isten ezt az alapszabályt ezt nem mondta vissza. Ha szeretnéd azt, hogy az emberek megbocsássanak neked, bocsáss meg te is. Ha szeretnéd, hogy elengedjenek neked, engedj el te is. Emlékeztek arra, amikor 10 000 talentum volt, azt hiszem. Az egy rendkívüli összeg, tehát megbecsülni sem szeretném azt, hogy hány millió, hány milliárd forintos összeg 10 000 talentum arany. És az uralkodó elengedte ennek az embernek. Utána pedig ez az ember találkozott egy szolgatásával, aki néhány fillérrel tartozott neki, és elkezdte folytogatni, hogy adja vissza azt a néhány fillért. Tudjátok, nem az a lényeg, hogy te milyen bűnöket követtél el. Nem az a lényeg, hogy milyen mélyre kerültél, erre voltál, arra voltál, mit csináltál, hogy csináltál. A lényeg az, hogy kéred-e Istennek a bűnbocsánatát, mert Isten meg akar neked bocsátani. Isten el akarja engedni az összes tartozásodat, legyen az 1 talentum vagy 10 000 talentum. Isten nem ez érdekli, az érdekli, hogy fordulj oda hozzá, és ő megbocsát neked. Ő elengedi a vétkeidet, és teljesen tisztává, teljesen szabaddá tesz téged, és ez kegyelemből működik hitáltal. Ha az ember a logikája esze által akarja kiszámolni, nem fog tudni helyes végeredményt kapni. Isten kegyelme által van üdvösségünk mindannyiunknak, hogyha hozzáfordulunk. Minden embernek megvan a lehetősége, még az utolsó pillanatban is. A keresztre feszített lator néhány perccel ezelőtt még szitta Jézus Krisztust, gúnyolta, néhány perce utána pedig azt mondja neki Jézus, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Néhány óra leforgás alatt lezajlott az egész keresztes történet, ami a kereszten volt. És egy Isten gyalázó emberből egy üdvözült hívő ember lett. Az egész múltja el lett törölve, az összes bűne el lett törölve Isten kegyelme által. És én őszintén vágyom arra, hogy ne az utolsó pillanatban térjetek meg, de még mindig jobb, mintha egyáltalán nem ismernétek meg az Urat. A legfontosabb, hogy itt a földi életünk alatt térjünk meg és szolgáljuk az Urat, és biztos vagyok benne, hogy bármikor ismeri meg az Urat az ember, bármikor tér meg az ember, azt mondja, hogy hamarabb kellett volna. Mennyi hibától mentett volna meg engem Isten? Hamarabb kellett volna indulnom az ő útján. Mennyivel áldottabb életem lett volna. Én biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy ráértem volna még a megtéréssel, eddig is jó volt az életem. Aki megismeri Isten kegyelmi ajándékát, mindenki azt mondja, hogy milyen jó lett volna kezdetektől fogva így élni az életemet. És én erre vágyom, hogy mindannyian ismerjük meg Istent. Ismerjük meg Istennek a szeretetét. Ő szeret bennünket. Gondot akar viselni rólunk. És azt akarja, hogy változzunk, hogy formálódjunk. Péter második levelének az első részében az van leírva, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van ezen a világon. Azt olvassuk, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Ha te szeretnél élni, és én hiszem, hogy minden egyes ember arra vágyik, hogy éljen, az az igazi nagybetűs élettel, hogy legyen telve az egész lénye azzal a bizsergő élettel. Most, amikor kinézel a természetre, azt látod, hogy alszik a természet. Nem rügyeznek a fák, elbújnak az állatok, nem nagyon nyüzsög a természet. De amikor jön a tavasz, és minden megterik élettel, olyan, mint a minden zsongana, ahogy a bogarak meg minden beindul, ez az az igazi élet, amiről hiszem, hogy Isten a bensőnkben akarja, hogy legyen. Ez a valódi élet, amikor tele vagyunk lelkesedéssel, tele vagyunk pezsgéssel. Tudjátok, sokkal könnyebben tudjátok úgy végezni a munkátokat, bármilyen jellegű munka is legyen az, hogyha tele vagytok ezzel az élettel. Ha örömötöket látjátok a munkátokban. Én őszintén kívánom, hogy mindannyian olyan munkahelyen dolgozzatok, olyan munkát végezzetek, amely feltölt benneteket örömmel, amely megelégedéssel tölt el titeket.
És lehet, hogy egy kutyaolat építesz, lehet, hogy egy céget igazgatsz, lehet, hogy üzleteket kösz, lehet, hogy krumplit szedsz a földeken, tud téged boldoggá tenni, hogyha Istennek az élete van benned. Isten azt akarja, hogy amit csinálsz, az élettel legyen tele. Azt akarja, hogy ez örömöt okozzon neked. A bűnbeesésnek az átka volt az, hogy keserves munkával szerzi meg az ember a kenyerét. Én hiszem azt, és nem a munka volt az átok, ezt ne, félre ne értsétek. A munka az nem átok, a munka az egy nagyszerű dolog. Amikor az ember a helyén van, és a helyén végzi a feladatát, ez a munka, ez megtölti őt örömmel, megelégedettséggel. Olyan jó úgy lefeküdni este, hogy tudom azt, hogy ma is tettem valamit, ami hasznos, ami jó. És lehet, hogy éppen a gyülekezetet takarítottam ki, de megelégedettséggel tölt el. Része vagyok Isten szolgálatának. Része vagyok Isten munkájának. Ő mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Ne érezd azt, hogy te hiány szenvedsz. Ne érezd azt, hogy neked nincsenek olyan talentumaid, neked nincsenek olyan kvalitásaid. Isten téged is megajándékozott mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy tudj valódi életet élni. Mindened megvan ahhoz, hogy boldog tudj lenni. Mindened megvan ahhoz, hogy Istenfélő kegyes életet tudj élni. Minden egyes embernek a Földön megvan a lehetősége Istenhez járulni. Megvan a lehetősége Istent választani, csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e Isten ajándékát, Jézus Krisztust. Nem akármilyen ajándék, azt olvassuk, hogy azok által, ezek által, az ajándékok által isteni természet részesei legyünk. De még előtte, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Tudjátok, az ígéret az még nem sok minden. Szokták mondani, az ígéretekkel tele van a padlás. De Istennek nem olyan ígéretei vannak, amiket ő nem töltene be. Isten az ő ígéreteit, azokat betartja. Hogyha valaki bízik Istenben, hitáltal megy oda Istenhez, azt fogja észrevenni, hogy az ígéretek azok megvalósulnak. Azt mondja az ige, betegé valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak, és meg fog gyógyulni. És azt látjuk, hogy a mai világban is, a mai időben is Isten az ő hatalma által gyógyít. Lehet, hogy éppen egy gyülekezeti alkalmon szilveszterkor imádkozunk, és az a pici gyermek meggyógyul, pedig évekkel ezelőtt sokat dolgoztak, sokat keresték, hogy hogyan, miként tudna ez a gyermek meggyógyulni, Istennek pedig egy pillanat műve, és az a gyermek egészséges. Én hiszem azt, hogy a mi Istenünk egy ilyen Isten. Mindennel megajándékozott bennünket, ami a kegyességre való. És az Istennek az ígéretei, azokat soha nem vonja vissza. Soha nem csal meg bennünket. Ha ő valamit megígért neked, csak te lehetsz az, aki elbuksz, mert elfordulsz Isten ígéretétől. Ha te kitartasz az ígéretekben, meg fogod látni Istennek a szabadítását. Lehet, hogy úgy, mint Ábrahám, akinek igazából egy gyermeke született ígéret szerint, Izsák, de őt ezt teljesen megelégítette, teljesen boldoggá tette, hogy látta azt, hogy az a jövő, amit Isten megígért, az elkezdődött. És lehet, hogy te valaminek a kezdete vagy. Lehet, hogy te valaminek a megvégzője vagy, de nem az a lényeg, hogy a munka melyik fázisában vagy. Az a lényeg, hogy örömmel töltsön el téged. A helyeden legyél, mert akkor örülni fogsz annak, hogy vetsz, örülni fogsz annak, hogy elkezd sarjadni az aratnivaló, és örülni fogsz annak, amikor tudsz aratást végezni, vagy örülni fogsz tudni annak, amikor kenyeret fogsz jutni, vagy éppen adsz az éhezőknek. Bármelyik munkafolyamatban vagy benne, Isten meg akar téged áldani. És azt akarja, hogy örömmel legyen telve az életed. Nagyon becses és nagy ígéreteket adott nekünk Isten. Ha elolvasod a Bibliában azokat az ígéreteket, amik a hívő embereknek vannak írva, döbbenetes dolog, hogy mire hívott el bennünket Isten. És én őszintén vágyom, hogy ezek az ígéretek már itt a Földön valósuljanak meg nagy részük. Vannak olyanok, amik csak a mennyben fognak, de nagyon sok ígéret ma itt a Földön meg tud valósulni. Rajtam keresztül, rajtad keresztül. Semmi más nem kell tenned, mint elfogadod Jézus Krisztust, jársz Jézus útján, közösségben vagy vele, felismered azt, hogy Isten milyen céllal teremtett meg téged, jársz azon az úton, és azt fogod észrevenni, hogy megtelik az életed örömmel. Megtelik az életed valódi eredményekkel, valódi boldogsággal, és azt olvassuk, hogy ezáltal, miközben megéljük az ígéreteket, miközben megtapasztaljuk Istennek a hatalmát, elkezdünk változni, azt olvassuk, isteni természetnek a részesei leszünk. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy milyen az isteni természet. Isten hogyan és miként viszonyul az emberekhez. Nem lenne rossz, hogyha olyanok lennénk, mint ő. Ha tudnánk azzal a szeretettel szeretni. Ha tudnánk olyan türelmesek lenni, mint ő. Ha tudnánk úgy élni, mint ahogy Jézus élt a Földön. Az isteni természetnek a legtisztább bemutatkozása Jézus Krisztusnak élete ezen a Földön. Még éppen röhögtek Jézuson, amikor leköpték, meg megverték, ő már akkor megbocsátott nekik. Már akkor kérte az, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Én sajnos még nem tartok itt. Én nagyon szeretnék tudni így megbocsátani, hogy mielőtt még abba hagyják az én bántásomat, én már meg is bocsátottam. Ez egy belső elhatározottság kérdése. Ez egy belső hozzáállás kérdése. A mi jó atyánk ezt az isteni természetet akarja nekünk adni. Hogy ilyen áldott természetek legyünk, ahogy szokta a magyar nyelv is mondani, hogy ez egy jó természetű ember. Ha isteni természetű ember leszel, hidd el, hogy jó természetű leszel. És Isten azt akar, hogy ez a természet legyen benned, mert ez meglátszik mindenhol. Ha valaki rád néz, látja csak a szemedet, látja azt, hogy isteni természet van benned. Látja a viselkedésedet, a cselekedetedet, látja vagy hallja a beszédedet, ahogy te beszélsz. Isteni természetről fog árulkodni a te beszéded. Mert a te beszéded mindig kedves lesz, sóval fűszerezett, ahogy az egyik igen mondja. Egy csodálatos dolog olyan emberrel beszélgetni, aki téged bátorít. Egyszer olvastam egy riporternőről, aki két angol miniszterrel, vagy miniszterelnökkel beszélgetett, és az egyik miniszterrel, amikor beszélgetett, akkor azt mondta, hogy a beszélgetés közben arra jöttem rá, hogy szerintem ez az ember a világ legokosabb embere. És amikor beszélgettem a másik miniszterelnökkel, akkor meg arra jöttem rá, hogy én vagyok a világ legokosabb embere. És arra akart beszélni ez a hölgy, utána ez ki volt fejtve, hogy az egyik ember úgy tudott motiválni, olyan szeretettel tudott emelni, hogy még a riporternő is azt hitte, hogy hát mennyire értékes ember vagyok én. Mert az az ember nem a saját tudását mutatta meg, nem saját magát emelte fel, hanem a környezetét igyekezett motiválni, és több ilyen példa van a történelem folyamán, hogy azok az emberek tudtak igazából nagyra jutni, akik másokat motiváltak. Van egy ilyen fogalom is, hogy szolgáló vezetés, azok az igazán eredményes és jó vezetők, akik szolgálják az alkalmazottaikat, támogatják, segítik, erősítik, és nem lenyomják, leuralják vagy fenyegetik, sokkal-sokkal eredményesebb a szolgálva vezetés. És ezt már mostanában fedezték fel egy néhány éve, évtizede a tudósok, de a Biblia már évezredek óta erről beszél, hogy aki szeretne nagy lenni közöttetek, az legyen a legkisebb. Szolgáljon. Ha te szeretnél áldott és eredményes életet élni, szolgáld az Urat. Válj isteni természetnek a részesévé. Istennek az ajándéka, Jézus Krisztus, éppen ezért jött le a földre, hogy mi tudjunk megváltozni, hogy tudjuk kikerülni, azt olvassuk, a romlottságot, amely a kívánságban van ezen a világon. És akkor most el lehetne kezdeni beszélni a kívánságról is, ami Jakabnál le van írva. A kívánság az, ami megfogalmán bűnt szül. A bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Isten nem a halált tervezte el nekünk. Nem az örökkévaló halálba akar bennünket küldeni. Ő örök élettel akar bennünket megajándékozni. És hogyha szeretnénk a helyes úton menni, már rögtön az elején kell a helyes irányt választani. Bármerre akarsz közlekedni, az első kanyaron múlik minden. Jobbra vagy balra kanyarodsz. Ha jobbra kellene menned, és balra kanyarodtál, állítgathatod a GPS-t bármerre, más irányba fogsz menni. Csak egy megoldás van, hogy visszafordulsz, és a helyes irányba kezdesz elindulni. Nem lehet máshogy odajutni, bár szoktak ezzel poénkodni, ha sokáig még az ellenkező irányba, akkor körbeérsz a földön és visszaérsz. Hát ha valaki erre kíváncsi, akkor hajrá, próbálják ki, hogy milyen érzés, hogyha most innen át kéne menni esetleg Kerekegyházára, elindul a másik irányba, odaér Kerekegyházára, ha körbeér a földön, csak egy kicsit tovább tart, és körülményesebb az utazás. Meg egy kicsit költségesebb is. Sokkal jobb az embernek megfordulnia, újra tervezni a dolgokat is, a helyes megfelelő irányba menni. Isten az ő szeretete által a saját természetét akarja megosztani velünk. Ezért jött Jézus a földre. Amikor karácsonnyal vagy bármilyen ilyen ünneppel foglalkozunk, amik kapcsolatos a kereszténységgel, én hiszem azt, hogy ezek az ünnepek mind Krisztusra akarnak mutatni. És azt akarják elérni, hogy mi változzunk meg. Nem azért, mert Istennek nem tetszik az, ahogy kinézünk, nem tetszik az, ahogy viselkedünk. Isten nekünk akar jót. Én, amikor azon vagyok, hogy a gyermekeim tanuljanak, én nem azt szeretném elérni, hogy kihúzhassam magam az osztályfőnöki, hogy az én gyerekem kitűnő tanuló. Semmivel nem lesz boldogabb az életem, hogyha a gyermekeim kitűnőek, de én annyira vágyom arra, hogy az én gyermekeim boldogabb legyenek, és hogy tanulnak, és odafigyelnek arra, amire kell a feladataikra az általános iskolában, boldogabb és elégedettebb életük lesz. Bár ez megint csak fizikális vonatkozása az életnek, és hiszem azt, hogy sokkal-sokkal több az élet annál, mint hogy jól tanul egy gyermek. Csak példaként akartam mondani, hogy mi nem azért vagyunk Isten szemefénye, és Isten nem azért vágyik ránk, mert ez neki olyan jó lenne, hanem ő nekünk akar elsősorban jót. Mert tudja azt, hogy mi a legjobb a számunkra. Tudja azt, hogy tudunk megelégedett, boldog emberek lenni, és ő ezt szeretné már itt a földön látni, hogy megelégedettek legyünk. Azt szeretné, hogy már itt a földön boldogok tudjunk lenni, ezért teremtett bennünket az ő jó kedvében. Azt olvassuk az elején, hogy amit Isten teremtett, az mind nagyon jó.
Jónak teremtette az embert. És azt szeretné, hogy az embernek az egész élete egy minőségi jó tudna lenni. Egy minőségi élettel tudna megtelni. Ezért küldte el Jézus Krisztus, hogy a bűnből tudjon bennünket kiszabadítani. Hogy semmilyen keserűség, semmilyen fájdalom, semmilyen terheltség ne nyomja a szívünket, hanem tudjunk szabadok lenni a bűneinktől. Tudjunk szabadok lenni a terheinktől. Ő bennünket fel akar szabadítani, és azt akar, hogy az ő szeretete által teljes életet éljünk, és hogy tudjuk kikerülni a romlottságot. Tudjunk frissek, élettel teliek lenni. Tudjunk kívánatosak lenni az emberek számára. Mert ha így éljük az életünket, hogy isteni természet részesei vagyunk, én hiszem azt, hogy az emberek elkezdik kívánni Istent, amikor ránk néznek. Elkezdik vágyni azt az életet, amit mi élünk, mert az emberek pont ezt a boldogságot keresik, mert mindenkinek az élő Istenre van szüksége. Nem csak nekünk, mindenki másnak. És arra vágyom, hogy tudjunk ilyen életet élni az előttünk lévő új esztendőben is, hogy kívánatossá tegyük Istennek a szeretetét az emberek számára, és tudjuk örömmel megélni a hétköznapjainkat, nem kimerülve, nem elfáradva, hanem újra és újra megtelve Isten örömével, Isten energiájával, mert Isten ezért küldte el nekünk az ő ajándékát, az ő egyetlen fiát. Amen. Szeretném, hogyha kivetítenénk a hirdetéseket. Ma van vasárnap, úgyhogy holnap hétfőn erős férfiak alkalma, aki úgy érzi, hogy még nem jelentkezett, és szeretne menni, a Szilárdnál jelentkezzen. Most alkalom után, és csütörtökön, szilveszter napján este 7 órától vagyunk itt együtt. Mindenki hozza a jókedvét, hozza a nyitottságát, hozzon valami enni innivalót is, ugye? Igen, és Anna Marinál lehet egyeztetni, hogy mik a szükségek, mik az igények. Jövő héten vasárnap pedig az istentisztelet a szokásos 9:30 időpontban. És január 4-én fog indulni az ima és bőti időszak. Tehát január 4-e az egy hétfői nap, és onnantól kezdve 3 hét, majd pedig a január 10-i vasárnapi alkalmat is hirdetem. Van-e még közérdekű információja valakinek? Aki holnap szeretne menni az erős férfiak alkalmára Ceglédre, mindenféleképp jöjjön ide előre a Szilárdhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok, Isten áldását kívánom mindenki életére.